Nekem már lerohadt a gatyám, és neked fifika. 20, Huszon, 23 uh, fok van szerintem <laughs> csíkban, és minden áldott nap esik az eső. Nem tudok azonosulni a hőhullámaiddal, Charlie. Köszönöm szépen, itt most szakadt le az ég, de már megint süt a nap, ami ugye azt jelenti, hogy kibaszott nagy pára van. Átszellőztettem, és most már tök jó, már csak 28 fok. Na. Érdekes egyébként, mert ha itt is egy icipicit kisüt a nap, azonnal olyan iszonyat párás, meleg, fos levegő van, hogy az brutál, de legalább itt este meghűlt, tehát este kimegyek és tudom én, 17, valamelyik este 14 fok lehetett, tehát konkrétan fáztam. Most ránézek, azt mondja, hogy bent van 27,7 nem jó, egálba van kint is bent is 28, egy tizeddel vezet a beltér hogyha alacsonyabb hőmérsékletre vágyik az ember Úgyhogy Szopó ez, ez zárja le a múlt hét óta tartó Szopó Rollerem blokját. Nem tudom, mesélhetek-e? Ó, persze. Kíváncsi vagyok a, a te verziódra. <gül> <gül> Nagyon szépen köszönöm. Az én verzióm az indult valamikor... Péntek, péntek, pénteket kezdjük. Péntek este, mert elindultam dolgozni, és ahogy kikanyarodtam a lakóparkból, soha nem csinált ilyet a japán techni technika, hogy narancssárga, nem check engine, mert nem check engine jel, hanem egy ilyen akkumulátor ikon pff, narancssárgával kidobódott, aztán a piros akkumulátor ikon is megjelent, hogy nincs töltés, de semmit nem érzékeltem, éreztem. Jó, mondom, nincs akkumulátor, nem fulladunk le a melóhelyig. Aztán, aztán jöttek a fura, fura, fura dolgok az autóval. Valahol ott, a, hogy a Hungárián mentem, a stadion környékén rápillantok a műszerfalra, és mondom, itt se járt még a vízhőfok jelző. Ajjaj. elkezdett fölfele kúszni, na mondom, jó, óvatosan turbót nem használjuk, 2000 alatt elváltjuk. Hát onnan, mire eljutottam a következő stadion, az az MTK, mire oda eljutottam már, hát gyakorlatilag a Hondánál csak az utolsó szegmens a piros, de itt láttam, hogy amikor üresbe gurultam, akkor hát nem gyorsan, de pöcök-pöcök-pöcök megy lefele szépen. Elindultam, megy fölfele jöttek a régi rutinok, tudod, mint amit megtanítottak nekünk évtizedekkel ezelőtt, hogy mi van, hogyha, hogyha nincsen hűtés, vagy Na, valami és gond van a hűtő ilyenkor körül. Ilyenkor mit kell csinálni? Hát ilyenkor normális, a normális autónál, hát ugye mert régen a ladánál mit kell csinálni? Fűtést föltekered, Fűtést föltekered, levegő. Így van. Mert ugye nézegettem én, hogy a klíma is olyan fura. Le, leállítom 14-re, és semmi. Hát mondom, mindegy. Kikapcsoljuk akkor azt is. Utána föltekerem a fűtést rendesen, tehát nem a klímáról, hanem a, a motortérből vegye a meleget. Semmi. Itt kezdtem félni. Ez nem használ. Elértem a Ferencvárosi Torna Klub stadionjáig. Ott már pirosban voltam, és lelki személyem lá Láttam, ahogy a. a a hengerfejet ledobja. Úgyhogy baromira érzékenyen vezettem, és itt jött el az a pillanat, amikor éreztem, tudod, mikor megtorpan az autó. <tos> 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 és hogy nyomnád, és torpan. És látom, hogy így 1800-1750, tehát a turbó, ahol indulna, ott lesz a leszabályoz. Jaj, mondom, az meg ez nagyon nem jó. És akkor onnantól kezdve ahol lejtőt láttam, tehát egész a Lurdi házi gurulás, a hídra fölfele szenvedés, tehát ötödikbe mentem fel a hídra, hídra lefele gurulás, látom, hűl vissza, oké, okay, akkor most ilyet sose csináltam, gyújtás le, gyújtás vissza, hogy az egy kormányzár benne hűtöttem lefele a hídon, utána muszáj volt beindítani, mondom, most legalább megtudjuk, hogy beindul-e, vagy be kell rántani a sebességből, beindult, úgyhogy mondom, fura ez az axi Mizéria. Beértem, és aztán síkideg voltam. Gyorsan írtam a, a megfelelő csoportba, hogy mi a Bráner lehet, de már közben agyaltam, hogy persze, hogy az axi töltőt otthon hagytam, de hát ez nem tudta volna egyszerre produkálni, foglaljuk össze, hogy mi nem ment. Tehát nem volt nem töltés. Nem volt töltés. Nem volt klíma, és nem ment a vízpumpa. És akkor így már láttam lelki szemeim előtt, hogy na mindegy, mondom, a kollégámat megkérdezem, van egy nyolcas kulcsa, hogy az aksit, tudod, ez a Windows-os korszakból megmaradt, indítsuk újra az autót, vegyük le az autót. Szájki, szájki, és, és na mondom, Peti, gyere, menjünk már le, Van, van menjünk. Lementünk, fölnyitom a gépháztetőt, és akkor ugye fejembe már összeállt viszont, hogy nézzük már meg, hogy tudod, ez a Elrejtettem egy hibát a képen. Mi a faszom az? Hát ö, hiányzik a hozbordás szí. Na mondom, akkor ez minden megmagyaráz, mert azon az oldalon, ami van, az csak a klímakompresszor, a vízpumpa, meg a generátor. Megvan minden hiba forrása, benézek a, azon a. Hát tudod, milyenek ezek a tetves, 2000 után épült autók ez a nőgyógyásznak kell lenni, hogy valamit meglássa, vagy elérjék. Ja, ja. Na mindegy, ott láttam lent a hozbordás szíjat. Úgy, tudod, mint a... Hogy bent a kígyó? A elhíresült be. Így lenyúltam. Mm. Hozbordás szív ki. Borzasztóan nézett ki. Tehát ez egy, ez egy Gates hozbordás szív volt, ami örök élet meg egy nap. Na most ez úgy nézett ki, mint mikor a... a a norvégok a halat ö, ö, szárítják a napon. É, hiányoztak a hozbordából darabok, be volt repedezve, minden bajom volt. Na mondom. Jó, keressünk olyat, aki föl tud, tud rakni egy hozbordás szíjat itt a helyszínen, mert én nem néztem meg, hogy hol vagy, hogy van fölfűzve, és ugye ez nem nem olyan, mint régen a ladánál, hogy van egy nagy, meg egy generátor, és akkor generátort megazítom, fölrakom, fölfeszítem, hanem itt, itt feszítőgörgő Ebben... van. Eb, igen, csak az akkor szokott a szí így kinézni, hogyha mondjuk beáll a feszítő görgő. Igen, ezt akartam mondani, csak én nem akartam ezt spoilerezni. Kívülről nem nézett ki rosszul a szí, belülről igen. És aztán úgy fölbasztam az agyam, mert találtam egy szerelőt gyakorlatilag egy utcával arrébb, meg egy háztömbel arrébb, aki mondta, hogy trélerrel csak oda visszük, és másnap megnézi. Na mondom, nagyon jó. Mennyi a trailer? Küldi a tréleres számát, fölhívott a tréleres, lebeszéltük, oda jön érte, tökéletes. Mondom, hadd kérdezem meg, mennyi lesz? 20 ezer. Mondom, várja, várja, várja. El se indulj, húzd be a kéziféket. Tehát mondom, kettő darab sarkot, amiben van egy bal, meg egy jobb kanyar, ezt te 20 ezer forintért fogsz megtenni? maradj a helyeden, jó, köszönöm szépen. Akkor visszajött még a csávó, hogy megpróbálja ő bevontatni, ha mondom, mondom, ne viccelj, én már 1,8 tonnát majd vontat gacizé, szervó, fékszervó, meg kormány szervó nélkül. Ha, hagyjuk. Na mindegy. Következő challenge. Találtam trélerest, aki elvitte az én szerelőmhöz, de hát ugye ott maradt az autó, akkor engem hazahoztak, másnap bevittek dolgozni, és uh a tréleres fölrakta a trélerre a, a küszöbömet, amikor a trepnit tudod, húzza meg. Azt csak hallod, hogy... Igen. Mondom, ez mi a tarka harci fasz? Hát a... Tudod, a küszöbnél az a nagyon rücsis festés, ahol alatta van a tonna alapozó. Vagy mi az Isten a mondja, ami az a Alváz, alvázvédő, igen. Na hát ott alvázvédőig leszette. Oké, mondom, ezt hogy gondoltad? Hú, ez ő volt. Hát szerinted én így az ujjammal így a körülmel lepiszkáltam? Jó, akkor azt mondom, tudod, hogy ez így most így nem nagyon fogok ezért fizetni. Jó, 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 kitalálunk valamit. Azt mondja, lejavítja festéke, mondom, te, ezt festéke. Hát gyógyszert szedjél, az meg, ne hülyeséget mondjad. Na, úgyhogy szervizbe el, Mondta a szervizes, hogy ne foglalkozzak vele, majd ő megcsinálja. Úgyhogy így a 15ből lett 10 a szállítás, és kurva jó, megúsztam egyébként, Fifika. A... a végén mondhatjuk, ugye ez volt itt a kérdés, hogy esetleg valamelyik feszítő görgőnek a. De ugye, már ez úgy néz ki, hogy ha a feszítő görgő beáll, akkor sem, tehát semmi baj a feszítő görgőnek, csak a csapágy áll be. Feszítő görgő 60 ezer forint. Csapágy 1005. Mondta a szerelő, hogy semmi gond, szétszedjük a feszítőgörgőt, a csapágyokat kicseréljük, meg a hozbordás szíjat. Úgyhogy 7000 forintot fizettem így a, a javításért. Érezte szerintem, hogy neki is volt benne része. Mert mondtam neki, hogy itt, itt voltam. hallod, mondom, azt mondja, most lesz ez a hatodik éve, vagy, vagy hetedik éve, hogy hozzád járok, az autó mindig nálad volt. Hányszor nézted meg a hozbordás szíjat? Mikor nézted meg utoljára? Most voltam nagy szervizen. na, úgyhogy mindegy. Megúszta az autó is, lelet javítva, meg van csinálva, kopogjam le, úgyhogy patentú működik az új szíjjal, és ennyi volt a múlt heti challenge-em igazából, ami így megragadt bennem, hogy tudod ez a, miért versz még, uram, ó, miért? De az eszedbe jutott, hogy <coughs> mi lett volna, hogy ez a tengerparton történik? Na, Tehát, ezt mondtam én is neki. Ezt mondtam visszafele. én is neki. Ezt mondtam én is neki. Úgyhogy ezért nem voltam túl vidám a helyzettől, mert ez így, hogy mentem befele a munkahelyre, és így, az meg, jó, 30 kilométert elevickéltem valahogy. Mert gyakorlatilag tényleg itt a ház után dobta le a, a, a bordás szíjat. De hogyha ez, ez máshol adódik, és. Hó, mindegy. Ezért kell mindig biztosítást kötni, ha utazik az ember. Ezért is kötöttem én is, miután lementünk a tengerpartra. Vagy mielőtt lementünk a tengerpartra, ugye? A Igen, ezt mindig úgy kell számolni, hogy a, a, az összköltségek hány százalékát fogja kitenni a biztosítás. Számoltál ilyeneket? melyik biztosításra? utas biztosításra hát, gondol? Igen, mit tudom én. Én ezeken sose gondolkodok, Fifika. Ez, ez, mondok egy ö... valamit. 400 ezer forintba kerül a nyaralásod, és mondjuk talán 20 ezer a biztosítás. Á, á az, az, nagyon fölélőttél akkor. Tehát, hogyha, hogyha alapul veszem, tehát én egy hogy alapból mindenhova kötök biztosítást. Ha kimozdulok Magyarországról, mindig kötök biztosítást, pont azokért, hogy bármi van az autóval, bármi van a lábom, kitöröm a tengerparton, vagy belelépek egy sűnbe, vagy a faszom tudja. Ott ez tervezhető a dolog, és tényleg bagatelt tételek, tehát azt hiszem valami két főre naponta sokat mondok 1500 forint. Egy európai. Amerikában meg kötelező a dolog, tehát ott, ott mikor azt mondják egy, egy orvosi számlára a végéné, hogy mit tudom is én, egy fog, egy lyukas fog, tömés, mondjuk 2000 dollár, az nem olyan vicces. Vagy egy balesetnél azt mondják, hogy 40 ezer dollár, az nem olyan vicces. Tehát a, a, a legutolsó ö, egy hónapra volt kettőnknek a biztosítás, azt hiszem, hogy 38 ezer vagy 40 ezer forint. De hát. Ö, tudod, amikor még azért is beperelnek, mert fölvágott a szélvédőjükre egy kavicsot a te autód, akkor inkább, inkább, megköti az ember. Aztán úgy van vele, hogy De legalább nem aggódsz azon, hogy, hogy Hú, óvatosan kell menni, meg mi történt volna, ha, meg ú, most mi lesz, hogyha. Így, így, biztos a dolog. Tehát szerintem Európában teljesen vállalható árak vannak. Amerika meg, tehát oda tényleg olyannal kell menni, hogy nekem is vagy korlátlan volt, vagy olyan tételek voltak, hogy mit tudom is én, baleset biztosítás 200 millió forint. és ott ez nem sok. Ott ez nem sok. Siván össze lehet lapátolni az orvosi ellátásból ilyen, ilyen, összegeket. Ja. Úgyhogy ez volt az én challenge a hétre. És neked. Hú, uh, nem tudom, Tehát azt nem tudom, hogy ha elmesélem a challenge, akkor uh, hogy, uh, hogy ne tűnjön ez dicsekvésnek, érted? Jó, rád az a kom, mert akkor dicsekszem. Nem, 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 nem. <laughs> egyszer, azt hiszem egyszer így megfordult a fejembe, hogy fölpróbálom, mert szerintem egy a méretünk, de nem. Nem próbáltam föl. Uh, volt egy uh, aránylag ilyen hirtelen összefutott uh, challenge, hogy én nem tudom, tehát tudod, hogyha valaki egyszer uh, bejelentkezik hozzád, akkor így így jönnek. Tehát ez valami brutális. Volt egy szíriai, vagy, illetve van is egy szíriai kuncsaftunk, aki kért mintákat, meg... Uh, tudom árajánlatot kellett neki összeállítani, és salala, Szóval azért ez nem annyira egyszerű, hogy, hogy köszönjük szépen a vonatnak, hogy pont most ott dudálni. Tehát nem annyira egyszerű, hogy fogod magad, és uh, kivágsz a csíkzsebből egy árajánlatot, ilyen tudod, mindenki elkezd számolgatni, izé, hozé, mennyi, sávosan kell megírni, a mintákat uh, nem is tudom, tehát a szíria. Tehát így el tudod képzelni, hogy ez, a, ez a, a világnak egy másik része, és itt azért az ízlések is különböznek, meg a pofonok is természetesen. És, és így összeállítasz egy, mit tudom is én, 20 ízből álló csomagot, illetve 22-t állítottam, vagy 24-et már nem is emlékszem. Csomagot, ezeket minimum literben lekevered, mert mert ezt nem lehet úgy csinálni, mint otthon a, a user, hogy ó, akkor most ebbe teszünk öt csöppet ebből, tíz csöppet abból, hanem itt a mennyiség az azt biztosítja, hogy ezt bármikor meg tud ismételni. Tehát egy liter az, az még, még, azt mondom, hogy na, tehát az ott a határ, amikor egy liter mintát lekeversz, hogy azt 5 literesbe, 10 literesbe, 100 literbe is tudott produkálni ugyanazt a, az ízt és minőséget. És akkor ebből 10 millis kiszerüléseket csinálsz, ennek valamiféle formát kell, hogy adjál egy egyen dobozba, ugye stételszámot számot kap, vonalkódot nem, mert ugye ez még nem bejegyzett termék, de azért meg kell adni a módját, le kell címkézni, salala, salala, úgyhogy Na, ez egy igen nagy challengeként kezdődött a múlt hét elején, és ahogy így készült, a cucc csak szólnak, hogy hát akkor jövő héten tárgyalnak. Oroszokkal, azok is érdeklődnek, hollandokkal, azok is érdeklődnek. És még van egy francia csapat is, akit érdekel a A dolog, úgyhogy így, csak, ó, de jó, hogy van egy liter, tehát hogy van miből megcsinálni ezeket a, a, dolgokat, egy szűk ízleírást mindegyikről, angol nyelven, selele, selele. És akkor ezt szombat, vasárnap, hétfőn fejeztem be, és kész lettek a kis ilyen mintatárolóink, és nagyon frankon így beleraktuk, lefóliáztuk, pósta, stb. Úgyhogy most majd várom a a visszajelzéseket még holnap-holnap után lesznek a tárgyalások, hogy hová fognak kiukadni az üzletkötők, úgyhogy majd látjuk. Elméletileg megvan a megrendelésünk 50 millis kiszerelésre, 5 ből a magyar piacra, úgyhogy kerül be 50 millis, az azt jelenti, hogy 60 ml üvegben 50 ml nullás likvid, ez Bloss Zero fog az öt legkeresettebb íz kerül be a magyar piacra, és ezzel együtt meg fog jelenni természetesen a Nikotin Shotunk, a Nikomax is. Úgyhogy ennyi, meg még egy challenge volt a a vejemnek most lesz a keresztelőkor a születésnapja, és hát így a lányom finoman jelezte, hogy hát így egy ilyen barbecue sütőszerűség kéne, de tudod olyan, ami úgy néz ki, mint egy kis mozdony. Tehát a, egy, egy smokerre gondolt. Így van, így Ó, van. Jó áron adják, meg végül is könnyen szállítható. Konkrétan, itt van a kocsi hátuljában egyébként. Tehát hihetetlen volt így, tudod, oké, okay, mondom, én még ö, csütörtökön ö, ö, leszek otthon, tehát csütörtök este érek haza, pénteken én még a keresztelő előtt mászkáljak Szegeden ilyenek után, és elmondom, megnézem a, az itteni barkácsáruházat a dedemont, így főmentem az oldalukra, nézegettem, hogy mi van. Hát ilyen kétkamrás smok ez nem volt, de így kinéztem egy olyat, ami ami tudod, ilyen lehajtható tetejű, van rajta óra, olyan jó kis masszívnak néz ki, alul van ilyen, uh, ilyen uh, kihúzható fiókja. Ja, hát az az igazság, hogy én ezt meghallgatom, de hogyha egy igazi szakértő kéne, akkor a Gerit kellett volna behívnunk, mert hát neki csak Smokerből van van egy, egy ilyen, de az az igazi nem tudom, másfél tonna, nem tudom, iszonyat nagy, meg van neki két kisebb, ugye egy Big green meg egy, meg egy, nem tudom mi a neve annak, ami olyan, mint a Big green csak nem Green, hanem, és hanem rosdabar. Volt, volt ilyen tojás is, meg víz, vízgőzölős, meg a tököm tudja mi, hát mindegy, mondom, szarok bele, bemegyek. És így tudod, így bemész, kinyílik a nagy csapóajtó, elnézze bar és ott áll a kis mozdony. Érted? Ha mondom, ezt nem hiszem el, akkor kerestem egy eladót, aki beszélte a nyelvet, mert uh, azért itt nem tudom, a Dedemanna -de ez ilyen uh, fixa idájuk, hogy mindenkinek kell románul beszélni, magyarul nem, de románul igen, és akkor elég sok a csak román nyelvű eladó. És akkor találtam egyet, mondom, hát na, ilyen kéne egy baromi jó áron, tehát a, átszámolva 45 ezer forint volt. És ez egy a, a fő része, az majd egy méter széles, oldalt, ami lejjebb van a, a nem tudom, gondolom ott az a füstölő rész, az hát ott meg... A ott a tűztér, az meg mit tudom én, egy ilyen 50 centi. És ilyen kerek, és kis kéménye van, elzárható, kinyitható, emitt a levegő, állítható, főhajtható tetőt nagyon kis cuki, két kerék, két láb, szóval tényleg nagyon faszányos, és még, és még a rácsok is azt hiszem öntött rácsok benne, tehát tényleg up to date a, a Az is a neve, egy valami American Smoker akármi, és mondom, 45 ezer forint, hát kész. Lányom, 45 ezer, te mondom, ne siránkozzál, már bazd meg, Ez 407, 470 ezer is lehetne, érted? Benne a kis hőmérő, tehát minden tip-top egyébként, tehát otthonra baromi jó, egy teljes disznó bordát így bele lehet csattintani, és uh... Kér, kerestem egy eladót, azért, azért, azért nem találják. Na én már akkor gondoltam, hogy tuti, hogy az az utolsó, ami ott kint össze van Úgyhogy így is lett. Oda jöttek, veszették a vonalkódot róla, főtettük egy kocsira, oda a pénztárhoz, lekasszáztuk, kifizettem, kitoltam a kocsihoz, és akkor így pánk beemeltem egybe, úgyhogy most ott csücsül a T5 hátuljába a cucc, és baromira örülök, mert én magyar piacon ehhez hasonlót, talán egy picit kisebbet, 75 ezer él láttam, és ú, mondom, ez ennek biztos, hogy Iszonyú módon örülni fog, mert amúgy meg nagyon vágyott egy ilyenre. De úgyse hallgatja a podcastet, szóval szombatig nem fog kiderülni ez a aprócska titok. A Gerit kellett volna tényleg megkérdezni erről, mert emlékszem, hogy ő nekem már nem is azt mondta, hogy mekkora a smoker, ami van neki, hanem ő már négyzetméterbe számolta hogy mekkora a sütő felület, és hogy a, a legnagyobb smokerén valami másfél, vagy 1,7 négyzetméternyi hús sülhet. Tehát ő, ő, ő úgy csinálta a, 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 csirkét is, mikor, mikor ö, próbálta a smokert, hogy mit tudom is, én rádobott egy ilyen 40 darab csirkecombot. Tehát hogy, hogy értsd a tételt. Tehát így 40 csirkecomb. Szányból még egy húszat at hogy kitöltsük a helyet. Hát mondom, ez zseniális. Hát de az de már ő... nagyüzemi bakker. Hát az igen, neki valami, a, tudod, ez a Serényi Zsolt, aki ez a tetovált séf, és mm -hmm. hogy ő van benne valami dílben, hogy ők csinálgatnak ilyen smokereket, és ez, ez az egyik ilyen hogy mondjam, ilyen béta volt abból, de valami iszonyat kazánt ér. tehát itt már ilyen nem tudom, 4-5 millis acéllemez, tehát tényleg olyan kazántér, hogy betolysz, meg, meg, a smoker tér is, ezzel a kéménnyel, amit mondtál, tehát nagyon, nagyon patent kis cucc volt az is, de hát ez, ez megtanítja az embert a, a, a türelemre, mert a, a, a smoker grillezés az, 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 nem a grillezés, tehát ez nem olyan, hogy rádobok három csirke mellett, és 10 perc múlva leveszem, hanem rádobok egy bordát, és majd 12 so, óra múlva kivettem. Van, és nem nyitogatom, van. nem nézegetem. Geri mesélte, hogy ott, ott játszik a fokokkal. 110, vagy 105, vagy ha följebb megy kettővel, vagy ha le tudod, és akkor azt mondja, elkezdi este, és akkor másnap délelőtt kész is van. És mondom, hogy tartja? Ó, hát ez, ez nagyon patent. Megrakja, tartja a hőmérsékletet viszonylag stabilan, úgyhogy úgy, nagyon patent a dolog, annyit még hadd javasoljak, hogy ebben a kinti órában ne nagyon bízzál, tehát az a jó, ami hús sütő óra, tehát beleszúrod a húsba, a, a, Hogy mondják ezt? A, hát az a, a hőérzékelőt, igen, és akkor igen. ki van vezetve, és az konkrétan a mag hőmérsékletét méri, mert ugye itt az a lényeg, hogy hogy a, 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 azon a hőmérsékleten mennyi ideig készül a hús. az jó ajándék. Esetleg becsomagolhatod a zakóm és a, a húszas levesem mellé <laughs> okay. egy ilyet. Okay. Meg is akartál kérni, és ez közben jutott eszembe, hogy volt még egy challenge de ez már csak egy ilyen érdeke. Tehát én is nézegetek most uh, ilyen kerti grill környéke témában, de én tudod, ez a... úgy gondolkozok, hogy hogy kiskemence a sarokban, mellette egy grill, én egy ilyen beépített big grillre gondoltam, ami, amiben ugye lehet smokerkedni is, meg vagy pizzát sütni, vagy ajánlom kínja. Tehát egy ilyen kis, ö, kis, nyári konyhát a szabadban, ami fölött tető van, nagyon patentul. Ez az egyik ö, challenge challenge amit most nézegettem a héten. A másik pedig a a szabad térre nézegettünk medencéket. De nem ezeket a ilyen, műanyagfalú szarokat, mert én mindig a Build for a Lifetime elvet vallom. Tehát nézegettünk, és azért jössz a képbe, mert ez Erdélyben készül. Úgyhogy körbenézhetnél te is. Dézsa gyakorlatilag, ez nem abszolút, tudom abszolút nagyon, hogy ez dézsa lesz annyira übermenő a dolog hogy aki nem látott még ilyet, az el tudja képzelni, te biztos láttál már azért elmesélem hogy hát én egy ilyen 6-8 személyes dézsában gondolkozom, amit amit úgy kéne elképzelni mint régen a Wester filmekben amivel beleült az ember, és akkor ott fürdött fél évet, de egyszer na ez ugyanaz, csak nem fürdésre van hanem rekreációra, és annál azért valamivel nagyobb, hiszen sokan ülnek benne. Úgy kell elképzelni, hogy egy baszon nagy dézsa, ilyen ovális valami mondjuk, hogy legyen formája is a történetnek, és a, van oldalt egy kis rész fönt, ahova a poharakat, korsót, anyám kinyát pakolod, és bent megpadok. De tudod, olyan fából, mint amiből készül a a mit tudom is én, a mi a faszom az, amiben beül az ember, szauna, tehát kemény fából. Beülsz oda, és hogy ezt az éve bármely szakában tud élvezni, Fifika, nem tudom, láttál le már ilyet, beszartam, mikor megláttam, közel a természethez. Tehát a másik végén, ugye olyan ovális, mint egy futópálya, futókör, a másik végén le van csapva a belső részéből, le van borítva fával, de olyan hézagosan mondom, mi a picsa ez? És kilóg belőle egy kémény. Az Opá, meg csak. van neki egy fa tűztere, megdurrantod fával, beizzítod, és onnantól kezdve télen egy abszolút környezetbarát, tehát nem az, hogy rádugom a konnektorra, és fölfűti valami a vizet, fával, tűztérrel fölfűtöd a vizet. Kurva jól néz ki, fifika. És a legmenőbb dolog, ugye, akik elkezdenének óbégatni, hogy hú, de rengeteg a víz, meg cserélni a vizet, mert algásodni fog. Gyerekek, azért nem algásodik, mert a package, a csomag része, a kezdő szett, hogy így mondjuk, 68 személyes dézsa, mit, 100 kg parajdi show, Megtöltöd Hoppácsak. vízzel, belebaszol 100-150-200 kiló sót, és akkor onnantól kezdve van egy 4-5 akárhány köbméteres sós vízű medencéd, amiben azért is jó a só, mert egyrészt így fölhajt téged a picsába, és nem el. Kettő pedig mindenféle baktériumot, meg ilyen buziságokat, hogy alga, ezeket el lehet felejteni. Ez és nem a, marha jó ötlet. És ezt nem a reklámanyagokból veszem, hanem a feleségemnek van egy tanítványa, akinek van ilyen dézsája, és azt mondja, hogy, hogy amikor ő lecseréli a vizet évente egyszer, az csak azért van, hogy ám most már cseréljük le azért. Tehát egy év minimum. És akkor megint veszel 100-200 kg sót a parajdi bányák mélyéről, megint beledobod. És örülsz tovább neki. Hát fifika, ez tehát És nincs, nincs elbaszott áruk. Tehát én azt hittem, hogy ez sokkal több lesz. Ö, amit én néztem, az onnan ide hozzák, összeszerelik, beüzemelik minden, 350 ezer forint. Hát többre gondoltam én? Is. Na én is. Utána nézegettem itthon, ö, mindenféle oldalokon, 4 450 től fölfele de ez, ezzel a tűztérrel, és ugye a tűztér mellett ugye tudsz még pakolászni, mert az egy viszonylag nagy teret lefednek ott ugye a deszkával, de még körbe is tök Tehát tudod, ez a kín ücsörgök, esik a hó, gőzölök a meleg víz, olvasok egy kis márait, vagy, vagy valami más szép irodalmat a vízben, közben gőzölök a cigarettámmal, Úgyhogy kezdek megvilágosodni, hogy hogy fog ez a kert kinézni egy-két év múlva. Annál is inkább, mert most, hogy így mondtad, benne a Dedemamba így elmentem a medencé osztály mellett. És nézegettem, ó, mondom, de fasz, olyan, van ilyen dupla falú jacuzzi medence, hogy fölfújod, és akkor ilyen, ilyen dupla merevfala van, az is ilyen, ö, alakú, vagy hát ilyen uh, hosszúkás alakú, mindenféle üzét tud levegőt uh, beszippantani. Ez az amaz és uh, két, két ezer le, az 140 ezer forint. Most uh, ahhoz képest, hogy mit tudom én, az kibírna talán, tehát telet nem, az, az egyértelmű, de kibírna talán három vagy négy nyarat, és aztán uh, lapát, ahhoz képest ez egy szerintem nagyon jó kis befektetés láttam a jövőbe. én Láttam én ilyet, mint amit te mondasz, ugye ha hozzánk itt a Bauhaus van közel, és úgy megörültem neki, mert jó, ilyen pezsgőfűrdős, anyámkinyés, szerintem az, az még kisebb az. is volt, mert talán 1,90 vagy 2 méter az átmérője, és ugye egy, egy ilyen vastaga puffi fal, és mellette van egy ilyen kurva nagy tojás, van vagy 50-55-60 centi magas, amiben benne van az elektronika, a vízkeringető, a levegőbe fúvó, és akkor be tudod rajta állítani, hogy melegítsd a vizet 38 fokra, bugyborékoltassad, és a többi, és a többi, de hogy ez 190 ezer forint. És akkor mindig bennem van, hogy az ismerősöm is ezt hányszor eljátszott, te tudod, megvette ezt a, ezt a 30-40 ezer forintos, ez a fölállítom az udvaron, és tök jó fog kinézni, hát nem mert ahhoz azért jó, hogyha vízszintes a talaj, azért hát, ott szenvedni kell azért a, Csak, a, Kell, csak kell alátenni egy valamilyen szar pokrócot, vagy régi szőnyeget, vagy bármit, mert kiszurkálja, meg, meg belenő a gyom, meg ad tököm, tehát... Hát meg, meg, és akkor azt első fele, ne felejtsük el, hogy meg akkor venni bele a klórt, a vegyszert, a bizony, ne alagás, hogy anyám, és ugye nálunk a mikor azt mondom, hogy a családban, akkor ugye természetesen a feleségemre gondolok, de van benne ráció. Tehát én nem szeretem, tudod, mikor bemész egy uszadába, és melbe vág a klórszag, és azt itthon se szeretném. Ez meg olyan, mégis, tényleg, hogyha itt, itt még van egy nyírfa az udvarunkon, tehát kicsit, ha hunyorítanék, olyan lenne, mint hogy a Finnországban lennék, tudod. Ez <tosz> Ez a, ez a és ha télen leesett a hó, akkor meg teljesen. Tehát igen, abszolút. igen, az, abszolút. És hogy nincs, be, tehát nem az, hogy egy, egy fakül kívülről és belülről meg valami műanyag dézsa, hanem ekte, ilyen pántokkal összefeszítve, szorítva, és azt tartja a vizet. Szóval nekem baromira megtetszett ez a tényleg. Csak hát arra kell figyelni ott, hogy azért óvatosan rakjál a tűzre, nem az legyen, hogy megfőzöd a tojásaidat ott egy-két óra múlva de nekem nagyon tetszik az ötlet, az elgondolás, a kivitelezés. Szóval eszembe jutott, hogy, mert megnéztem, hogy hol hirdet, és mondja, hogy Erdélyből hozzák, és már a parajdi sónál kezdtem gyanakodni, és aztán írta, hogy Erdélyben készül, és onnan. Ó, mondom, nagyon jó, Ficsor Zoltán úrnak projektje lesz. Hát igen, csak Erdély nem olyan kicsi ám, mint hát ahogy nem, azt onnan, majd megírom onnan neked, hogy... Budapestről -e gondolod. Ja, én nem azt mondtam, hogy vedd meg, meghozd el, csak akkor, hogyha már előtte <laughs> megbeszéltük. Csak hogy ilyen nyitott szemmel járni, hogyha azt mondanád, hogy Csárli, láttam ilyet, 350 helyett, biztosan kettő 250, ugye, mert hát gondolom, hogy ők is valamennyire, mert ugye így úgy volt, hogy 350 ér fölhozzák, beüzemelik mindent. Csak hogy tudod, kezdjek el gondolkozni, hogy mi, mi hogy lenne olcsóbb. Vagy nem, hogy... nem, tehát euh, én nyitott szemmel járok, de nem találkoztam ezzel a, a sztorival. Viszont am, amiben én gondolkodom, az az, hogy euh, most euh, baromi nagy divat itt a, a Régi Pajták Bontása című fejezet, és hogy vennék egy pajtát, amit lebontanánk, vagy lebontanának, nem tudom, láttál-e, mert ilyen, tehát egyszer el kell jönnöd, meg kell nézni itt azért a, a környéket, meg egy picit magadba szívni ezt a feelinget, ami itt van. De ezek a pajták úgy készültek, öcsém, hogy ezt gyakorlatilag szög nélkül összerakták. És tehát akkor most már legóról beszélsz? Legóról, konkrétan igen, tehát szög nélkül összerakták, gyakorlatilag úgy szét lehet szedni, hogy utána ezt bárhol fő tud építeni, és olyan hogy gyönyörű fa anyagból van, hogy van, amelyik már több mint száz éves, hogy a fa az gyakorlatilag már ilyen kopogós, kőszerű anyag lett, és baromira utaznak ezekre a régi pajtákra, mert ha csak a fából, hát most gondolj bele, hogy egy ilyen, mit tudom én, tíz méterse 5 méteres pajtából hány squanker mod jön neki? Érted? Mert ez a fa, ez már pihent. nem keveset. Tehát ez abszolút stabil. Tehát Hihetetlen jó cuccok, és akkor egy, egy ilyet hazamenteni majd, nyilván ez nem most lesz azért, csak hogy ebbe ebben gondolkodom. Uh, Parajdra meg el kell mennem egyébként, tehát uh, sót kell intézni, mert, uh, mert sajnos a uh, tényleg a parajdi sónak apám nincs. Hát ez nem sajnos, ez nem sajnos. Nekem is elfogyott, úgyhogy gondolj rám, mert én hogy <coughs> akkor vettem, mint uh, mit tudom is, én szerintem két tégla egymás mellett hozban, és a zacskónak is olyan volt a, a formája. Szerintem az, hát az az és három, is, három, négy, négy, az háát, három, négy kiló. Semmi tudja. De, de elfogyott, tehát gondolj rám, és akkor én majd utólag azt rendezem veled, mert az, az tényleg mb 1 es És amúgy, Csak, meg, amúgy, meg, azt gondolná az embert ott, hogy ez egy ilyen undorító szürke, ráadásul én ilyen aránylag sprődre őröltet vettem, tehát ilyen ilyen féris szemnagyságú kristályok gyakorlatilag, amik, le vannak őrülve. És ez egy ilyen szürkés, márványos, kinézetű anyag, de még egyszer mondom, tehát egész más az étel ezzel sózva. A legdurvább egyébként Erdélybe, meg nem mondom a falut, de utána lehet nézni. Olyan sós víz folyik a patakba, hogy nem használnak sót. Ha. Tehát fogja az a kancsót, megmeríti, hazamegy, főtesz, azt megfőzi a levest, azt hello. Ennyi. A sóról jut eszembe, hogy hát én ilyen sófetisiszta vagyok. Nekem ezzel sincs semmi gondom egyébként a, a parajdi sóval, tehát az, az tehát abszolút a rustik bográcsba ilyen házi ételekbe szerintem zseniális. De, hogy ugye most ö, nem voltunk a szlovén tengerparton, és nem tudom, ismered-e Piránt, ö, ott is van egy sóbánya. Nem. nem sóbánya, bocsánat, lepárló, és ott a tengeri sót párolja. A tengeri sót És ott na. is a, ez, amit mondtál. Tehát ö, van ö, a nagy szemű, van az apró szemű, és ez nem azért van így, mert hogy így őrlik, vagy így. Ö, dolgoznak vele utólag, hanem, hanem ezek különböző rétegei a lepárlás közben keletkező sónak. És hogy a, az íze is más. Van olyan só, amivel direkt az ételeket utólag lehet pergetni, mert mert olyan apró szemű. Van olyan, ami nagyobb, és ugye ugye annak egy, kell egy kis idő, míg szétfővi a, az ételben magát, de nagyon jó pofa, ilyen kis kézi só őrlőd, nem ez a darálós cucc, hanem két ilyen fa rudat képzelj el, az egyiket beletolod a másikba. És beleraksz egy csipetnyi sót, beletolod a rudat, és tekersz rajta kettőt, és bent finomra őrli. Úgyhogy, úgyhogy most legutóbb. Ja, tehát önmagát, önmagától őrlődik a só. Igen, Konkréten. igen. Hát, illetve attól a fa <kül> rúttól, amit beletolsz, és annak van olyan, mint a kézi citrom facsaró, tudod, amik szoktak uh -huh, lenni, csak uh -huh. ugye hát itt nehezebb lenne. Szóval ott vettem mindenféle sót most legutóbb, mikor voltunk. Nagy szeműt, közepes szeműt, az a finom, az engem nem mozgatott meg, de, de nagyon jó uh, ilyen autentikus dolgokat bevásárolni, tehát én ilyen... Na, ha már, ha már a sónál tartunk, <laughs> ezt ez szakmai titok, de azért elmesélem. Tehát a nikotinsót, a, nem tudom, neked lehet, hogy küldtem át fényképet, hogy milyen az állaga a zacskóban. Nem. És... Nem, na mindegy, nagyjából olyan tényleg, mint, mint a só. Tehát ilyen, ilyen absz, abszurd, nagy és kicsit apróbb szemcsés kristályokat képzelje el, mint a, hát nem tudom, 5-6 millitől 7 millis átmérőtől kezdve az ilyen 1-2 millis darabokig. És hát ugye mit csinál a, az ember egy olyan anyaggal, amivel nem dolgozott? Különböző higításokba kikeveri, és hát kevertem belőle számításaim szerint 200 mg-os uh, mintát is, egy ilyen uh, 50 ml gorilla gorillapalackba betettem, és, és tudod, így figyelem, hogy mennyire változtatja a színét, és mellette van ugyanolyan erősségű természetes nikotin is, és hogy mennyire igaz az, hogy tényleg nem, a kevésbé érzékeny a fényre és a hőre. És akkor így nézem egyszer csak a, a 200 és bakker újra kristály lett az alján. Tehát ugye no. sikerült, sik, aztán rájöttem, hogy basszus, ez tényleg olyan, mint a show. Csináltam egy túltelített Sóltan. oldatot. <laughs> egy és amikor leült, akkor meg Újra kikristályosodott a, a az alján a, a show, úgyhogy azt most így kabalának ott tartom a polcon, érted, így néha előveszem, meg rázogatom, hogy tényleg ott csörög az aljában a, a cuccnak a show. Jó pofa. Mert aki nem tudná, hogy mi az a túltelítettség, simán túl tudsz telíteni mondjuk vizet, folyadékot ö, hevítéssel, tehát hogyha te melegíted a vizet, és egy telített oldatot akarsz elérni, sóoldatot, akkor rakod bele a sót, föloldódik, rakod bele, föloldódik, rakod bele, föloldódik, kevered, föloldódik, rakod bele, föloldódik, és aztán megkapod azt a részt, amikor már nem oldódik föl több. De mondjuk, ha ezt hideg vízbe csinálod, és megkapod azt a részt, hogy nem oldódik benne fönt, akkor elkezded melegíteni, és folytatod tovább. Viszont, mikor visszahűl, akkor ez a túltelített oldat... Tehát a kettő ból, közti különbség gyakorlatilag ki fog válni újra. Jó is, hogy beszélünk róla egyébként, ha már itt szakmai tanácsoknál tartunk. <kül> Ugye ugyanezt ezt a hibát szokták elkövetni okoskáék a mentolkristálya. Hihetetlen könnyű túltelített oldatot csinálni mentolkristályból, és szerintem borzasztó egészségtelen is többek között én azt hiszem, nem most a legelső, a legelső ilyen mozdulatom volt annak idején, beszereztem mentolkristályt, csinálok mentolos likvidet. És akkor ilyen egy kristályt így beledobtam, 10 millibet tolt, néztem, nem nagyon oldódik, nem nagyon oldódik, elmondom, akkor kicsit megbelegítem. Megbelegítettem, eloldódott. Ó, de jó, de fasza. És így beletöltöttem a, a kis nem tudom, t 2 kazánkámba, érted? És másnap reggel, még jó, hogy nem, tehát két-három slukkot szívtam, és éreztem, hogy brutálisan erős. És másnap reggel megyek ki, és konkrétan állt az üvegbe a likvid. Tehát, mint a pókáló, azt Ált az üvegben ilyen, a, a mentol kristály? A, a mentol kristály, mint a pókáló, ilyen minden irányba, ilyen hegyes tüskéké alakult, és én akkor jöttem rá, hogy hát ezzel a mentol nem érdemes szórakozni, úgyhogy... Nem, fifika, ö, szerintem... nem, ezt te tudatosan csináltad, hogy a mentol kristály miatt zselésebb legyen az állaga, ergo könnyebb legyen szállítani, tudod, mint a nitroglicerint. Még se robban föl, ha lötyök. Igen? De ez Igen. nem lötyök. Ez nem lötyök. És uh, innen is üzenem min mindenkinek, mindenkinek üzenem, hogy ne mentol kristályt. Lehet kapni likvidbe mentolt, mentált, ice mentolt használják azt, azzal nem lesz ilyen probléma. De a kristály az belőhetetlen gyakorlatilag. De ez tök jó fifika, hogyha valaki túltelíti, <laughs> akkor nem likvidet szív, hanem um, likvid kockát, likvid zselé kockát eszik. A, azt, igen, azt még, annyit még tennék ehhez a, a sztorihoz, hogy hogy nem véletlen egyébként a, a mentolnak a, hát, hogy is mondjam, aggályokat vet föl a túlságosan mentolos likvideknek a tüdőben való ténykedése, nem jó. tehát A tüdőben való sétáltatása. Sétáltatása nem jó. Mindenki próbálja még visszafogni magát. Ráadásul a mentól az egy összeadós történet, én úgy szoktam hívni, hogy az első sluk még tök jó, a második hát kicsit erős, és egyre-egyre inkább erősebbé válik, ahogy egyre többet szívsz belőle. Tényleg alacsonyan kell tartani a, likvideknek a, a mentól tartalmát, mert nem fog jót tenni senkivel. Pláne nem ezekből a felhőköpködő kazánokból. Ami viszont jót tesz mindenkinek, hogyha megköszönjük nekik, hogy támogattak bennünket a Patreonok, mert hogy nagyon-nagyon megtolnak minket, köszönjük. <Szor> Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg miről beszélünk, olvasd el a show keresd a narancssárga Patreon téglalapot és kattints rá. Még egyszer köszönjük. 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 És ha már megköszönjük, akkor ugye beszéltünk adás előtt, hogy július 31-én vesszük föl az adást. Holnap elkezdem akkor a, a, az Apple fejlesztői account aktiválását, a Google fejlesztői account aktiválását, és utána mehet a menet, egy hét múlva visszajön a grafikus rát és addigra legalább a, az accountok -ok elkészülnek, és, és indul a mandula alkalmazás ügyileg. Egyébként már unalmamba ma belőttem a Tumblert is, úgyhogy már a tamblin is ott vagyunk. Hogyha ez sokaknak... Mindenhol ez, ott vagyunk. Mindenhol, mindenhol, is. Azért lehet fölösleges sokan, minek, én úgyis csak itt nézem. Igen, de más nem. Meg egyébként más lehet, hogy Twitterről, vagy, vagy Facebookról, vagy Tumblrről, vagy anyám kínjáról. Ugye a keresőmotor ha megtalálja, leindexeli, beírja a keresőbe valaki a Elektromos cigarettát, és neki azt dobja föl, oda fog menni, és, és úgy fog bővülni a, a hallgatói táborunk egyébként. Nézegettem közben, mert annyi időn van, mint égen a csillag, ez így nem igaz, de nézem a statisztikákat, és tetszik. Tetszik, amit látok. Mit tudom is én? Az elmúlt hétben majdnem ezren, 990 egyedi letöltés volt az adásokra. Ez ami nem jó. És azt is, azt is látom, megdöbbentett egyébként. Jó, a klasszik feed, tehát amit a Lipszín etett, onnan jöttek 800-an. De szerinted mi a második? Weboldal? Facebook? Twitter? Wordpress? Weblejátszó? Nem tudom. Twitter, bazd meg. Twitter? Twitter. Hát ugye azért nekem van már egy, egy évek óta ö, kezelt cigítetteztek twitter account, és ö, megkattintják rengetegen. Ö, mert azt mondják, hogy az öregek használják a Facebookot állítólag. És a, ez a Y, meg Z, meg tök milyen tudja generációk, ezek, ezek Twitter, meg Instagram, meg ilyen helyeken. Ö, leledzenek. A másik, ami tetszett ezzel kapcsolatban, hogy nem jött ki az új adás képzeld el Spotify-ra. És írtam nekik, hogy hát srácok, miha a véreres tök van, ne aggódjak egy nap után. Azt mondom, tök jó, mert egy napig pont nem aggódtam, de most már <hül> három napja nem jelent meg. Ha, ebben az esetben elnézést kérnek, és már írnak is, a, mert hogy tudod, ezeknek az agregátoroknak van direkt dedikált kapcsolattartójuk az adott cégnél, írnak a Spotify-nak, és gyakorlatilag fél nap múlva jött az e-mail, hogy megoldották a problémát és elnézést. Hát ennyit jelent az, hogy fizetős a szolgáltatás. Úgyhogy fél nap alatt megoldották azt, hogy miért nincs fönt. Tetszik, a, tetszik a, tetszik a az, amit látok. A letöltésszámok az, hogy használják, hallgatják, és még nem is vagyunk apba drótozva, jó lesz ez, szerintem. Úgyhogy már Tamblin is, amit az előbb említettem, ott vagyunk, de az talán mindenkinek lényegtelen. Hallod, 40 hát percet csak jöttünk, egy egyről a kettőre. Na, hát Szó nem. szerint. Hát de. Szó szerint hallod? <hül> 53 percnél járunk, és nem beszéltünk még szakmáról. Bizony, hogy szakmázzunk még egy jót így a, a kertkapu behúzása előtt, ugye? Mert mi zöld emberek vagyunk, és szeretjük a természetet. Egyébként, Várját, Más is szereti. Nem, nem úgy, Nem úgy szeretjük a zöldet, na értitek? Tehát itt nincs a csingatás. Nem, itt... nem, semmi, semmi, semmi. Ez nem a Havis-Pangli csúsz... rovat. Nem. De, de az is milyen lenne, érted? Havis-Pangli. Nagyszerű. Egyszer kitalálunk még egy ilyen rovatot szerintem, amennyiben a legalizáció meg fog történni uh, időben. Egyébként erről neked mi a véleményed, ha, ha már így szóba hoztad? <kül> é, én, én nem zárkózom el előle, tehát én, én elhiszem, hogyha valakinek a fájdalmát az enyhíti, én nem gondolom, hogy ez kapudrog lenne, de hát biztos azért, mert felvilágosultabbak vagyunk az átlag embernél, vagy szeretünk gondolkozni, és mi az elektromos cigarettára sem kapu, Drogként tekintünk, így idézőjelek között a, a cigaretta felé, és én pont ezért nem vagyok kirekesztő ezzel kapcsolatban. Ö, meg ahol én szoktam járni, ö, na pont Hollandiában nem jártam még, de pont Amerikában is. Ugye, még. Amerikában is, rengeteg államban ö, legális, Nevadától kezdve, Kalifornián át, ö, Washington elég csak nézni a, elég csak nézni a, a, blacklistet, hogy ott az FBI ügynök a kocsiba durrantja a spanglit. Szóval én, én, úgy vagyok vele, hogy ha valaki követi, vagy ismerőse David Görlitznek, ő is látja, hogy ő meg ö, most éppen nem állt teljesen. Nekem semmi gondom nincs vele egyébként. Megmondom, megmondom neked őszintén, hogy ö, ö, ez nekem ilyen bakancslistám volt. A, az, hogy tehát nem, 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 maga a fű, hanem bakancs listán volt, hogy úgy ne halljak meg, hogy egyszerűen nem tudom, mi az, hogy kábítószer. Érted? És akkor, ha már az ember uh, próbálkozik, akkor nyilván akkor nem akkor nyilván azzal kezdi. <laughs> De nyilván nem azzal kezdi. És akkor, nem is tudom, tizen éves történetről beszélünk, azért uh, vettem egy gram füvet. És uh, mint a, a hülye gyerek, a ciginek a végébe így betömködtem egy keveset, elszívtam, ültem a wc és így vártam a hatást, érted, hogy most akkor mi, mi fog történni. És hát nyilván akik ebben nálam sokkal jártasabbak, azok Biztos, hogy mondták volna, hogy ilyet ne csináljál, kell, hogy egy magad vagy miközben uh, füvet szívsz, mert, mert, mert abból lehet, hogy baj lesz, na lett is. És uh, ültem, ültem, ére, éreztem, hogy így elkezd így a gyomrom forogni, 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 most már pörög is, hú, most már nagyon pörög a gyomrom, most már nagy, és egyszer csak valaki így megfogta középen a beleimet, és így két felé húzta, lefelé, meg fölfelé. Úgyhogy ö, egyszerre kellett hánynom meg fosnom, tehát, és ez 7 másodpercenként jött ez a feeling, mint a szülőfájás. Ö, 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 tehát nálam, nálam konkrétan itt lett vége a, a fűnek. Egyetlen egy, egy, egy és, tehát az az, hogy majdnem rám hívta a mentőt, tehát két hányás között alig bírtam 7 másodperc alatt elmagyarázni neki, hogy ne hívjon semmit. De figyelj már, akkor hát most az... gyakorlatilag túltelítetted magad, mint a. mint a likvidben a vizét, az előbb, amit mondtál. Igen, igen, és egyetlen egy hihetetlen pozitív hatása volt, hogy másnap reggel bakker úgy ébredtem, mint aki egy hónapot aludt egy folytába, Tehát ilyen, atom lelazult izmokkal, hihetetlen módon kipihenve, mondjuk szomjasabb, mint az állat. <laughs> és, 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 ennyi. És utána a maradékot azt úgy használtam el, hogy csak ilyen morzsákat. És nem lettem tőle rosszul, viszont baromi jókat Uh, pihentem. És elfogyott és tud. Ez baromi érdekes, tehát én mindent tudom, hogy nincs, nincs uh, ilyenfajta addikciója ennek a szernek, mert ha ezt dohányjal csináltam volna rég dohányoztam volna, tehát nyilván egy, egyre inkább kívántam volna. Elfogyott az az egy gram, bezártam a kis irányzacskót, kidobtam a kukában, ennek 12 éve, azóta ö, eszembe se jutott, hogy mondjuk füvezzek. Egész a mai napig, hogy beszélgetünk róla. Egész a mai napig, <coughs> hogy beszélgetünk róla. És ö, na ehhez kapcsolódik ö, részben az, amit ö, ö, találtam cikket, illetve hát ez dobta a Google, ugye, mert mindenféle keresésre rá vagyunk állva, hogy egy cég kihozott egy olyan vaporizátort, és ezt értsd azért a szónak a jó értelmében, tehát nem mindenki dzsangát vaporizál ér, tehát ha e, erről van szó, hanem bizony van aki e, gyógynövényeket, van aki dohányt, és hát van aki füvet. E, kihozott egy olyan vaporizátort, ami e, szerintem egy kicsit súrolja a zsenialitás e, határát, ugyanis egy üveg e, e, Csőben helyezi el a, az anyagot, és ez lehet még egyszer mondom, dohány gyógynövény, bármi, és azt hevíti, így nem kokszolódik le semmi a készülékbe, és hát természetesen abszolút korrekt adagokban lehet így kimérni a, a cuccot. Olvassátok el a cikket, mert, mert jó ötlet, akár, akár még egyszer mondom, aki, aki dohányban uh, gondolkodik, tehát akar egy heat bőnt magának, mint a, a Glow vagy az Icos, uh, még talán annak is egy ilyen megfontolandó uh, dolog, bár ezt nem tudom, hogy lehetne újra tölthetővé varázsolni, de gondolom, jó magyar szokás szerint ezt is egy horgoló tűve biztos hogy mindenki meg tudja oldani. Nekem az a fura ebben a készülékben, hogy a képen, amit látok, ott zöld a, a dohány, tehát olyan, mintha nem lenne kiszárítva, vagy fermentálva, és és az, amitről beszéltünk, hogy ez jó, mert nem koszolja el a fűtőszálat, oké, okay. de, de itt egy nagy felületet kell egyszerre hevíteni, és a itt meg, hogy a belseje, hogy vagy ki, a nedvességet szívod át, vagy vagy nem tudom, hogy ez a, úgy, úgy működik. Senkinek hogy... ne Bocsánat, hogy Most még hadd fejezzem mondjak. be, hogy, hogy ugye ez egy zárt fiola. Tehát abból, hogy szívod azon át a, azt a hevített ö, ö, akármit, ami abból kijön, nem tudom, meg a hatásfokával sem. Szerintem rosszabb a hatásfoka, mint hogyha direktben érintkezik a, a szárított dohány azzal a kis fűtőlemezzel, amit te nem takarítasz, nem tartod karban. Zárójel bezárva. Zárójel bezárva. Uh, tehát uh, senkinek ne legyenek azért illúziói, amikor uh, ilyen uh, ilyen uh, akár dohány, akár uh, más eredetű uh, dolgot szív, akkor, ott két dolog valami a párát képzi, az egyik az lehet a, a növénynek a nedvesség tartalma, illetve a növénynek az olaj tartalma, mert azért hevítéssel a növényben az eszenciális olajok fognak működésbe lépni, de általában erre rá szoktak segíteni némi Propilénglikol, glicerin, vagy a dohánytermékeknél ugye propilénglikol és nikotinsó ö, keverékével, mert ö, gondolom senkinek nem árulunk el titkot, hogyha azt mondjuk, hogy a, a hitnetbőn termékekben a nikotin tartalmat azt a, a nikotinsó adja, és az meg ugye propilenglikolban van. Uh, oldva. Az élet nikotin sója Az és borsa. élet nikotin sója és borsa. Tehát uh, én, én, azt gondolom, hogy egyébként ugye az, az meg, amit ott látsz, az azért olyan jellegzetesen zöld, mert az éppen kanabisz, ami benne van és uh, magát a készüléket elsősorban uh, erre találták ki, ugye az USA-ban legális De, de nekem ahhoz is, is. ahhoz is, nedves ez nagyon. Uh, Nem, mert mindegy, hogy kell, hát... hogy kell, kell hogy Kép, képződjön valamiféle gőz, ami viszi a hatóanyagot a szád felé. Tehát, hogy az hogy úgy láthatatlanul nem fog a, a THC, gondolom, odaáramlani, úgyhogy valaminek föl kell szabadítani a, a hatóanyagot. Tehát ennyi a, a, a sztoria. El, itt, itt inkább ami zseniális szerintem ebben a, a dologban, hogy ketté tudta választani ugye ezt a betömködős technológiát, ezt el lehet felejteni, illetve az adagolás egységesítése az, ami, ami uh, rettentően jót tesz ennek a, a sztorinak. Aztán, hogy, hogy, ők hova fogják kinőni magukat, és hogy öt év múlva lehet, hogy, hogy uh, uh, arról is beszéltünk, hogy Európában már ott vannak, és olyan pályát futnak be, mint a júl. Ugye, akkor uh, akkor nincs miről beszél, akkor működött ez a sztori. Egyébként meg nem tudom, emlékszel-e, hirtelen nekem az ugrott be erről, hogy nehogy mindenki itt démonizálja a dolgokat, hogy füvezésről beszélgetünk. A... Ha jól emlékszem, akkor a... valamikor a 90-es évek végén édesek és mostohák. A Stepman volt az amerikai címe, és a Susan szerendom meg a Julia Roberts játszott benne. És igen, ugye ott igen. A, a Susan Sarandon egy rákos beteg volt, aki már a, annak megfelelő stádiumban már szívott egy kis zöldet pont a fájdalom csillapítás miatt is, de sportolók is használják ezt aktívan pont ezért, tehát nem azért, hogy ezért sárkányokat meg, meg óriás kígyókat lássanak, nem. De ne, tehát én ezt nem is értem. Tehát, hogy ki, ki, volt az a, az a hülye, aki mondjuk a, a THC hatását a, sárkányokkal, meg a, a, nem a tudom, hát meg hát egyéb... Nagyon sokan, nagyon sokan, de adáson kívül majd beszélgetünk erről. <laughs> Jó. De, de... Igen, ez nem az, ne keverjük össze a mindenféle pszichoaktív szerekkel úgy, mint LSD, aminél a, ami, ez a fű, ez, ez, egyébként ez a zöld, ez teljesen jó otthonra így elcsillelgetni neked is. Már nem most, hanem akkor. Tehát nem kellett többet szarni. Az LSD-nél már egy kicsit másabb a helyzet, mert ugye ott a tudatállapottól függ, hogy éppen hova, merre fele fogsz te tovább indulni. Tehát, hogyha te ráparázol arra, hogy úristen, LSD-t vettem be, na akkor aztán lesznek vad tripjeid, és ugye ezt ezért hívták pont azért tripnek, mert itt olyan utazások voltak annó az LSD hatására a tudattal, hogy... hogy Félelem és reszketés lesz meg az... Konkrétan, gond. konkrétan, igen. Igen. De és akkor ide sorolhatnánk még a varázsgombát, meg az anyám kínját. Ön, ez nem az. Ez nem az. Úgyhogy... Ö, ja, ez jó füvezőse <coughs> <ezt kérdeztem, az. tos> Na, hogy miután így befüvesztünk, uh, szerintem a kis zöld zöld kertünk kapuját. Húzzuk be, Csukjunk. dőljünk hátra, gyújtsunk rá egy spangira, és nézzük, hogy kik mászkálnak el a kert előtt. Uh. Uh, és gyakoroljuk a trombitázás rejtelmeit. Igen. Jövő héten találkozunk, ha nem visznek el minket a rendőrök, Szevasztok! Egy élmény volt, sziasztok!